A helyi kormánypárti képviselők nem írták alá azt a nyílt levelet, amit a Velünk a Város frakció kezdeményezett azért, hogy továbbra is ingyenesen lehessen használni az M30-as autópálya Miskolcot elkerülő szakaszát. Mint arról beszámoltunk, az erről szóló tervezet a múlt héten pénteken került fel a kormány honlapjára. A képviselők szerda estig írhatták alá az indítványt. Úgy tűnik, hogy a Fidesz és a KDNP frakció azt szorgalmazza, hogy a miskolciak fizessenek a miskolci autópálya használatért. Bazin Levente, a Velünk a Város önkormányzati képviselője csütörtökön reggel ismertette a nyílt levél aláírásának eredményét. Elmondta, hogy a szerda esti határidőig csak Veres Pál polgármester és a Velünk a Város frakció tagjai írták alá a kezdeményezést, a helyi kormánypárti képviselők viszont nem írták alá. Ezt mi elfogadhatatlannak tartjuk, és a továbbiakban is a nyilvánosságon keresztül fogunk ráhatni a kormányra és a Fidesz-KDNP frakciókra, hogy ez az autópálya szakasz ez maradjon továbbra is ingyenes. Nem értünk egyet a Fidesz-tel és a KDNP-vel azon, hogy a miskolciakról kell még több bört lehúzni. Egyértelmű az, hogy a Fidesz és a KDNP továbbra is bünteti a miskolciakat azért, amiért nem támogatják a Fidesz politikáját. Szarka Dénes, a Velünk a Város frakció vezető helyettese szerint az Építési és Közlekedési Minisztériumnak a szándékaiból az látszik, hogy több autópálya szakaszt fizetőssé tesznek, de ezek közül csak Miskolcon van az, hogy egy településen belüli szakasz válik fizetőssé. Ezért is gondoljuk azt, hogy ez egyfajta üzenet a miskolciaknak, egyfajta negatív üzenet a miskolciaknak a kormány és a Fidesz részéről, és ezért fájlaljuk különösen azt, hogy ezt gyakorlatilag hallgatólagosan támogatják a Fideszes és KDNP-s önkormányzati képviselők is, hogy ez a szakasz fizetőssé váljon. Ettől függetlenül természetesen nem csak a miskolciakat érinti ez, hanem a környező települések, a megye lakóit is. A frakcióvezető hozzátette, a módosítás jelentősen megnövelheti Miskolc forgalmát, dugókat idézhet elő, és rontja a levegő, valamint a helyiek életminőségét is. A képviselők elmondták, hogy a nyílt levelet a kormánypárti képviselők aláírása nélkül is elküldik a minisztériumnak.